szólok egy lányról, ki megfürdött az égben, ki nem tudta, hol éljen, ég és föld között. Hívta a mélység, vonzott a kék ég, vitte a vágyot, szép emberi vágy. Élni a bátorság örömét, szárnyalni fel a nap felé, Dalolok egy lányról, ki megfürdött az égben, ki nem tudta, hol éljen, ég és föld között. Szakadás lesz. Mindenki nagyon figyelj. Érezni kell a testetek fülyen, a föld erejét, hogy repültet, zúg a levegőt. Az életem legszebb pillanata volt, mikor először éreztem megfeszülni a nyíló erdőjén, hogy egyszerre megpendültek, mint a feszes.
tekintsünk be az ejtőernyő hajtogatás rejtelmeibe. A hajtogatás jó elsajátítása növeli az ugrók bizalmát az ejtőernyő iránt, fokozza biztonságérzetüket az ugrásoknál, s a jó munkadíja a szabályosan nyíló ejtőernyő. Hajtogatás előtt mutassuk be a növendékeknek a nyílási folyamatot, így könnyebben megértik a hajtogatási mozzanatok fontosságát. Ugrás után a repülőgépbe beakasztott kioldó kötél kitűződik, majd kihúzva a zárótüskéket fennmarad a repülőgépen. A visszarántó gumit szétrántják a tok borítólapjai. A rugós kisernyő kipattan a tokból, megszelik levegővel és kihúzza maga után a belső zsákot. A belső zsákról lefűződik a zsinórza. A belső zsák szája megnyílik, kihúzódik belőle a kupola, mely folyamatosan, de rövid idő alatt megtelik levegővel. A bemutató után már elvonulhatnak a növendékek az ejtőernyő hajtogatáshoz. Hajtogatás előtt minden ejtőernyőt alaposan meg kell vizsgálni, hogy alkalmas-e az ugrás végrehajtására. A vizsgálatot a kupolával kezdjük, ecélból széthúzzuk úgy, hogy a szeletek teljes hosszúságukban áttekinthetők legyenek. A szeleteket sorban megvizsgáljuk, nincs-e rajtuk szakadás, épek-e a varrások, és nincs-e nagyobb szennyeződés rajtuk. Az idegen anyagokat el kell távolítani a szeletek közül. Vizsgálni a zsinórok csatlakozását a kupolához, majd meg kell nézni a zsinórzatot, nincs-e rajta szakadás, forzsolás. Borítók, zárókúpok után a gyögyecsörek és a heveberzet állapotát vizsgáljuk meg. Különös figyelmet érdemelnek a vasalások és a karabinerek. A zárórugóknak benyomás után vissza kell ugorniuk a helyükre.
kell a belső zsákon a gumifülecek és a varrások épségét, valamint a rugós kisernyő állapotát. Kioldó kötélnél a karabiner önzáró képességéről, a kötél kopásáról, a kioldó húzal és a záró tüskék épségéről kell meggyőződni. Ellenőrzés után bedugjuk a vészkioldó és a kioldó kötél húzaljait a gégecsövekbe, majd a tokot elrendezzük és lerakjuk a ponyva végére. Megkezdhetjük a hajtogatást. A hevederektől kiindulva a zsinórokat középen ketté választjuk egészen a kupoláig. A gyári jelzésnél a szeleteket is két részre osztjuk, majd a két zsinór köteget összefogva a kupolát lefektetjük a ponyva jobb szélén. Ezután megkezdjük a kupola baloldali szeleteinek hajtogatását. A változó hosszúságú szeleteket a varrások mellett végig kisimítva sorba egymásra helyezzük. A szélesebb szeletek szélét a többi szelet méretére behajtjuk. Szeletek tetejére nehezéket rakunk, hogy el ne mozduljanak, majd a tetejére fordítva a másik oldalt, a jobb oldali szeleteket is egymásra rakjuk. A sarkok felhajtása után mindkét oldalon rendezzük a belépő éleket.
hajtogatás után a kupola végén hegyesedő téglalap alakot mutat, melynek jobb szélén helyezkedik el a gyárjelzés. A kupola széleit teljes hosszában felhajtjuk, majd a tetejére nehezékeket rakunk. Hajtogatásáról úgy győződünk meg, hogy a simító létet az alsó és a felső függesztő hevederek közé dugjuk, majd az zsinórokat a kupoláig szétválasztjuk. A belépőjénél a lécet megemeljük, és ha a kupola felső tele szabadon megemelkedik, úgy a kupolát jól hajtogattuk. A következőkben az előkészített kupolára ráhúzzuk a belső zsákot, melyet harisnyaszerűen előbb a karunkra húzunk, majd a közepén kezünket kidugva megmarkoljuk a kupola végét. Ezután óvatosan ráhúzzuk a kupolára. Húzás közben ügyelni kell arra, hogy a belső zsák meg ne csavarodjon, és a köpper szalagok a kupola hosszirányában párhuzamosan fussanak. Belépőjél megigazítása után a zsinórokkal együtt felhajtjuk a belső zsák zárólapját, és a zsinórok befűzésével lezárjuk a zsák végét. Bizony indokolt a nagy figyelem, mert csak a pontosan hajtogatott ejtőernyő működik biztonságosan. A zsinórokat a fületszor felső végén kezdjük befűzni. Figyelni kell a csavarodásmentes befűzésre. Kezdetben ez sem megy tökéletesen, de sok gyakorlással kielégítő eredményeket érhetünk el. A befűzött zsinórzatot a borítólappal letakarjuk. A következőkben a függesztő hevedereket visszahajtjuk a tok aljára és a zsákba zárt kupolát, a tok hosszméretének megfelelően feltornyozzuk. A rugós kisernyőt a tok felső végén lerakjuk. Most már megkezdhetjük a tok lezárását. Az oldalsó borítólapokat összehúzva egy segédtűvel ideiglenesen lezárjuk a középső zárókúpot, majd a borítólapokat eligazítva a rugós kisernyőt felülről bedugjuk a középső zárókúp alá. A kisernyő zsinórjainak elrendezése után a felső borítólapot helyére húzzuk, és miután a felső zárótüskére ráhúztuk a vészkioldó húzalszemét, a felső zárókúpot véglegesen lezárjuk. Ezután a középső zárókúpot is véglegesítjük, majd az alsó borítólapot felhajtva az alsó zárókúpot is lezárjuk.
szerkezetet letakarjuk a cipzáros borítóval. A tok füleceket simító léccel a borítólapok alá dugjuk és simára húzgáljuk a tok gyűrődéseit. Visszarántó gumikat kifeszítve beakasztjuk a borítólapokon és a tokon lévő karikákba. Végezetül a kioldó kötelet befűzzük a visszarántó gumik alá. Ezzel be is fejeződött az ejtőernyő hajtogatása. Használható állapotban lenne, azonban ugrás előtt még a testünkre kell igazítani a heveberzetet. A heveberzet nem lehet sem laza, sem túlszoros, ezért úgy kell beállítani a csattokat, hogy a heveberzet a test méreteinek megfelelően idomuljon hozzánk. A heveder beállítást a mellrésznél lévő két csatnál, a derék és a comb hevederek csatjainál végezhetjük el. A jól beállított heveberzet az ejtőernyő nyílásánál a terhelést egyenletesen osztja el a test felületén, megóv a heveder horzolásoktól és kényelmesebbé teszi az ereszkedést. Az ejtőernyő pontos hajtogatása életkérés. A gyakorlat folyamán azonban beidegződnek az egyes mozzanatok, és szebb lesz a behajtott ernyő külalakja is. Itt is áll a közmondás, ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. A hajtogatott ejtőernyőket az ugrásig tároló zsákba kell helyezni, hogy óvjuk a külső behatásoktól. Az ugráshoz való hajtogatást be kell jegyezni az ejtőernyőtörzskönyvbe, és az oktatónak aláírásával kell igazolnia, hogy ellenőrizte a hajtogatás mozzanatait. Ha valami nagyon leköti érdeklődésünket, elkísér bennünket álmainkba is. Kati is az első ugrás izgalmait élheti át, és mintha a hevederekbe kapaszkodna. Gyere, Negro! Ma szép napunk lesz! Végre elérkezett a nagy nap, az első ugrás napja. Az időjelző szolgálat szép csendes időt jósol, de azt már senki sem tudja, mi viharzik a gondolatokban. Az ejtőernyő
hadsernyők katonás sorai mellett az oktató tanácsokkal látja el növendékeit, mielőtt szárnyra bocsájtaná őket. Az ugrásvezető a startasztalnál még egyszer ellenőrzi az okmányokat. Megkapják az ugrási feladatot, és végre elindulhatnak az új, ismeretlen élmények felé. Elhangzik a vezényszó, felszerelni az ejtőernyőket. Jó leszik ilyenkor a bajtársi segítség. Napfény még egyszer megcsillan a tőlön, majd Tokiába bújik. Mintha ő is remélné, nem lesz rá szükség, az ejtőernyő rendben kinyílik. Felszerelést ugrás előtt ellenőrizni kell. Meg kell nézni, hogy a heveder csatok jól zárnak-e, a mentőernyők jól vannak-e rögzítve, és rendelkezik-e mindenki tőrrel. A válhevederek helyzetét, a kioldó kötél elhelyezését és a tok lezárását kell ellenőrizni. Minden rendben. Most már a tetteken a sor. Búcsú pillantás a földiekre, azután nekivág a gép a levegőtengernek. Elérte az ugrási magasságot és közeledik a cél felé. A célugró felkészül az ugrásra. Az oktató ellenőrzi a kioldó kötél beakasztását és rövidre fűzi a gumik alá. A cél kereszt felett jár a gép. Az oktató megállapítja, hogy jó a rárepülési irány, majd a kiszámított pont felett kiadja az ugrási parancsot. Célugró simán ereszkedik a föld felé. Az oktató elégedetten figyeli útját, hiszen a számítás jó volt, az ugró a célkereszt közelében ért földet. A csoport is felkészült az ugrásra. Az arcot borzoló légáramlat és a messzi mélység
kicsit megszeppenti Katit, mégsem fél. Bízik magában s az ejtőernyőben. Másodperc és elhangzik az ugrási parancs. Kissé meglepő a mélység, de nincs idő tétovázásra. Az ugrókat 130 kilométeres orkán sodorja magával, de a lobbanva nyíló ejtőernyők megszelidítik a zuhanó testek lendületét. Minden lobbanás egy-egy győzelem, a mohó tömegvonzás és az emberi kétségek felett. A zuhanás felváltja az ereszkedés enyhe szelet. Nézzük meg ismét, hogyan nyílnak az ernyők. Rövid zuhanás után a kis ernyő lehúzza a kupoláról a belső zsákot, és a szépterű lupolákat nem csak a levegőt dagasztja kövérre, hanem talán ugróink életöröme is. Egy gyönyörködtető látvány az égbolton ereszkedő ezüst-fehér kupolák játékos lebegése. A kupolák alatt megtörténnek a nagy élmény első tapasztalat cseréi. Ahogy közeledik a föld, úgy nő a csend a kupolák alatt. Vajon milyen lesz az első találkozás az öreg sárgolyóval? A sikeres földet érések kárpótolna minden izgalomért, és mintha egy-egy megkönnyebbült sóhaj szökne ki alóluk, leomlanak a kupolák a földre. Hát ez negró, ezt most eldugom. A földi ügyeletes szócsővel irányítja a földetéréseket, és a növendékek hálásan veszik a jó tanácsot. A hebederek lehúzásával kormányozzák ejtőernyőjüket a célterületre. Keresd csak, keresd! Ugye félsz, hogy elveszed? Na jó, visszaadom. De máskor inkább hagyd otthon a babát, az ugrás komoly dolog. Egy-egy növendék nem csak hogy földet ér, hanem megcélozza a célkeresztet is. Gratulálunk! Így válik hasznunkra az elmélet a gyakorlatban is, így leszünk jó célbaugrók és később eredményes versenyzők. A sorban álló fiatalok szemében még ott bújkál az első ugrás varázsa. Az értékelésnél az oktató beszélt a tapasztalt hibákról és azok kiavításáról. Elérkeztünk a jó munka jutalmához, az ejtőernyős jelvények kiosztásához. Gondolná-e valaki, hogy egy kis jelvényért hányszor kellett győzedelmeskedni az ösztönös kétségek és félelmek felett?
Igen, nap folytatódik. Itt ejtőernyős versenyzők készülnek ugráshoz. Ők már zuhanás közben nehezebb feladatokat hajtanak végre, komolyabb a felszerelésük is. Ejtőernyőjüket a kézi kioldó megrántásával nyitják ki a zuhanás végén. Fontos műszer a biztosító készülék, mely akkor nyitja az ejtőernyőt, ha a versenyző többet zuhanna a kelleténél. A műszer óraszerkezet és egy zárt szelence segítségével légnyomásra működik. A zuhanási időt stopper órával méri. A több mint 200 km órás sebességű zuhanásnál a szemüket védő szemüveggel óvják. A versenyző gépe 1600 méter fölé emelkedett, és a biztosító készülék beélesítése után az első versenyző megkezdi a több száz méteres zuhanást. Zuhanás közben valósággal ráfeküdnek a légáramlatra. Kezük és lábuk segítségével biztosítani tudják a hason fekvő, stabil testhelyzetet, miközben közben a földi jelzéssel megadják a zuhanóknak, hogy milyen feladatot kell végrehajtaniuk zuhanás közben. A fiatalok kissé megszeppenve nézik a zuhanást, de a távcső mellett már kritikus szemek ellenőrzik a végrehajtást. A sportolók zuhanás közben a jelzés alapján jobb és bal irányú spirálokat, valamint hátraszaltót végeznek, és abban versenyeznek, hogy ki végzi el a gyakorlatot a legrövidebb idő alatt és a legszebben. Az ügyesebbek bravúros bemutató ugrást végeznek. Egymás kezét fogva zuhannak a mélységbe, majd elválva egymástól nyitják ernyőiket. Körfoglalkozástól az első ugrásig. A versenyzővé válás sok szorgalmat, lemondást, de sok örömet és dicsőséget is szerezhet. Ezért is nő évről évre az ejtőernyős sportolók száma, és egyre több ezüst kupolát lenget a szél repülőtereink felett. Üzemnap után csaponkat már a képzelet, a látványos ugrásoktól a nagy zuhanásokig. Az álmok beteljesedése szívós, kitartó munkával nem elérhetetlen. Ki tudja, hogy kedves fiatal ismerőseink közül hányan lesznek kiváló sportolók, és kikkel találkozunk majd a nagy erőpróbákon. Nem tudhatjuk előre, de azt tudjuk, hogy ejtőernyős sportolóink évről évre szakadatlanul csitolják tudásukat, javítják eredményeiket, és szorgalmas munkájukkal kiérdemlik, hogy képviseljék hazánk színeit a nagy nemzetközi ejtőernyős versenyeken. Mint önök is tudják, a mai nap a Magyar Szabadság napja.